Az állatotthonoknak a támogatás mindig el kell. A sok menhelyes gazdátlan árva gondozása, etetése sok költséget igényel. Szerencsére mindig vannak rendszeres és új védelmezők, segítők, akikre lehet számítani. A Misina Természet és Állatvédő Egyesület támogatói között sokan családosok és 25 év alattiak, akiknek idén nem kell adót fizetni. Ők is felajánlhatják adójuk 1%-át, mondja Farkas Tamás, az egyesület elnöke. Csak ezt nem ők fogják fizetni, hanem a felajánlók arányába egy közös kasszából az állam fogja kifizetni ezt a felajánlott összeget a civil szervezeteknek. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, ez a felajánlóktól nem kevül levonása, hanem egy vészarányos, gyakorlatilag egy támogatási mutató alapján kevül egy kormányzati alapból majd felosztása a civil szervezetek között. Nagyon fontos szerintem elköltsileg és anyagileg egyaránt. A problémás kutyák vannak többségében, amelyek általában nagyobb traumán estek át. Hozzájuk később nagyobb türelem, megértés, szeretet szükséges. Ezeket az ebeket sajnos rosszul nevelik, sokszor bántalmazzák, és csak rövid ideig kell a gazdájuknak, teszi hozzá az állatotthon vezetője. Ami viszont nem jó, hogy ugyanúgy egy állatmenhely is nagyon-nagyon megjelzi azokat a negatív változásokat, amit az egész gazdaság. Tehát felmennek az árak, ezeket az árakat, ezeket nekünk is ugyanúgy ki kell gazdálkodni. Tehát folyamatosan emelkedik az állatgyógyszer, folyamatosan emelkedik a tápoknak az ára. Ugyanazok az áremelkedések nagyon intenzíven megjelennek itt is, az állatokat pedig napi szinten el kell látni. Ezért egyre fontosabb lesz, én azt gondolom, a felajánlások, az adományoknak a aránya. Az elmúlt két év pandémiás állapota miatt a nyári programok egész sora vagy elmaradt, vagy beszűkült keretek között volt csak megtartható. Idén azonban úgy tűnik, visszajön a régi élet a Misinánál. Bízunk benne, hogy sokkal jobb, hiszen azért évekkel visszamenőleg, most majd a két éves időtávlatot beszélhetünk, azért a pandémia nagyon visszavetett jó néhány dolgot, rendezvények, terápiák és egy csomó olyan program, ami nagyon fontos. Bízunk benne, hogy most ez a nyár és az az időszak ez békésebben fog ilyen szempontból eltelni. Szervezzük most már, nem sokára meg fognak jelenni a nyári táborainknak a programjai, illetve egyre több felkérést, egyre több meghívást kapunk különböző rendezvényekkel, ahol szerencsére idén ott is tudunk lenni nagy részt. Én nem azt szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretne jelentkezni, ezt hamar tegye meg, mondhatjuk, hogy szerencsére népszerűek ezek a táborok. 1% támogatás, adomány állateledelre és nyári táborozás programok. Ez most a legfontosabb projekt a Misináiknál.